tervezhető jövő, 3 éves termelési szerződésekkel segítenék a fenntartható dohánytermesztés Magyarországon. Fontos a megelőzés. Évente mintegy 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot hazánkban, közülük 400 esetben halálos kimenetelű a betegség. Három éves termelési szerződésekkel segítenék a fenntartható dohánytermesztést Magyarországon. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A 2016-os korlátozásokat is feloldják, amelyeket a túltermelés miatt vezettek be, mondta el az ULT Magyarország agronómiai igazgatója a dohánytermelőknek rendezett nyíregyházi fórumon. Fekete Tibor azt is hangsúlyozta, kiemelt fontossággal bír az egységes szabályozás is az ágazatban, ezt szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, illetve az adatkezelést segítő mobil Leaf applikáció. Nőtt a megtermelt és a felvásárolt dohány mennyiség 2017-ben. Tavaly mintegy 3400 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami 20 hektárral haladta meg az előző évit. Ebből 2300-2400 hektáron Virginia, a maradékon pedig Birdie dohányfajtát termesztettek. A hazai dohánytermesztés 80%-a Szabolcs-Szatmár Bereg megyéhez kötődik. A Birdie dohányok felvásárlása még folyamatban van, bár már a vége felé tart. Virginia dohányok maradéktalanul felvásárlásra kerültek, a termés átlagok 1,8 tonna körül álltak meg. A magyar kormány közel 5 milliárd forintos támogatást biztosít 2020-ig az ágazatnak, hogy segítse a megfelelő termelést. Fekete Tibor, a legnagyobb hazai termeltető és felvásárló társaság, az ULT Magyarország agronómiai igazgatója Nyíregyházán elmondta, a fenntartható magyarországi dohánytermesztés érdekében 3 éves szerződést kívánnak kötni a termelőkkel. Ez mintegy 700 termelőt érintene. A legfontosabb szempont a szerződéseknél az, hogy a korábbi korlátozásainkat, amit 2016-ban bevezettünk a túltermelés miatt feloldjuk, 4000 tonna Virginiát és 1000 tonna vagy 1000 tonna fölötti bőli mennyiséget szeretnénk megtermeltetni a termelőnkkel. Az ULT számára kiemelten fontos, hogy a világ minden táján egységes elvek alapján történjen a dohánytermesztés. Ezt szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, ami szabályozza a foglalkoztatás rendszerét és a termesztési technológiákat, figyelembe véve azok környezetre gyakorolt hatását. Gyakorlatilag ez egy olyan, mint egy védjegy. A világ minden táján, most már amikor dohánytermesztésről beszélünk, egy igazolványt kell kiállítani a termékünkről. Az ellátási lánc minden pontján a termelőtől a fogyasztóig olyan technológiát és olyan eljárásokat kell alkalmaznunk, amivel biztosítjuk ennek a terméknek a kiegyensúlyozott minőségét. Mivel az ULT több mint 500 ezer termelővel dolgozik világszerte, ezért rendkívül fontos a termelési adatok pontos és hatékony összegyűjtése, valamint kezelése. Ebben segít a mobil Leaf applikáció. A szoftver a palántavetéstől kezdve a törvényi és ipari sztenderdeknek való megfelelésig nyomon követi a termesztéssel kapcsolatos adatokat. 2017-től 4 működési területen, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban és Magyarországon közel 5700 szerződött dohánytermelőnél kezdték meg a mobil Leaf alkalmazását. Hazánkban tavaly április elejétől mintegy 700 termelőnél indult meg a mobil Leaf gyakorlati használata. Évente mintegy 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot hazánkban, közülük 400 esetben halálos kimenetelű a betegség. Az emlőrák után ez a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében Európában és Magyarországon. Pedig ez az egyetlen rákos megbetegedés, amelyet meg lehet előzni, emelte ki Adorján Gusztáv kórház igazgató az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét nyíregyházi programján. Ezek a májva színű és rózsaszín karkötők a méhnyakrák és a HPV elleni védelmet szimbolizálják. Idén január 27-e és február 3-a között szervezték a 12. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, amelynek magyarországi programjait már 5 éve a Májva Virág Alapítvány koordinálja. Céljuk, hogy a méhnyakrák szűrés ne legyen tabu, hanem rutinná váljon a nők körében.
Azt látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik ez a terület és ez a téma, és valóban ugye nagyon fontos a férfiaknak a szerepe is, hiszen a HPV fertőzés, a humán papilloma vírus okozza a méhnyakrákot, de azon túl a férfiakat is érinti, akár a fejnyaki daganatokat, ha nézzük, vagy pedig például a nemi szervi szemölcsöket egyaránt. Úgyhogy ilyenkor mindig bekapcsoljuk a férfiakat is ezekbe a rendezvényekre, és nyitottak, egyre nyitottabbak, és egyre többen vagyunk. Az alapítvány úgynevezett Májva pontjai a betegségben érintett nők helyi szintű összefogását segítik az ország számos pontján. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Nyíregyháza is. A Szent István utcai városi rendelőintézetben kereshetik ezentúl a Májva virág alapítványt. Feladatunk továbbá, hogy a helyi szintű kapcsolatainkat erősítjük. Civil szervezetekkel, önkormányzattal, szakorvosokkal, védőnökkel szeretnénk felvenni a kapcsolatot. A helyi szintű helyi betegségben érintett közösséget összefogva, neki klubokat szervezve, programokat szervezve szeretnénk segíteni az ő gyógyulásokat, akár gyógytornászok bevonásával, akár más módon. A méhnyakrák egy olyan megbetegedés, amelyet időben felfedezve gyakorlatilag 100%-osan tudnak gyógyítani, közölte a rendezvényen Adorján Gusztáv kórházigazgató. Azt is hangsúlyozta, hogy a Szabolcsi intézményben mintegy 25 évvel ezelőtt indult el egy olyan onkológiai program, ahol a szűréstől kezdve a kisebb beavatkozásokon keresztül a legnagyobb műtétekig minden feladatot ellátnak. Itt évente 30-40 kiterjesztett műtétet végeznek. A megbetegedés minden szexuális életet elkezdett nőnél veszélyt jelenthet, ezért is fontos a prevenció. Most már a szűrési úgynevezett, hát hogy mondjam, protokollik is átalakulóban vannak. Gyakorlatilag azt tanácsoljuk, hogy tehát 3 évenként mindenképpen, de valakinek, hát hogy mondjam, úgy érzi magát biztonságban, akkor évenként, 2 évenként javasolhatjuk ezt a szűrést. Az a lényeg, hogy valaki menjen el egy olyan helyre, ahol egy kenetvételt meg tudnak neki csinálni. Ez nem egy fájdalmas dolog, nem egy szörnyűséges dolog, és ezzel, ebből a kenetből mi rengeteg olyan információt tudunk kiszűrni, hogy milyen szinten van a betegsége, milyen gyógyulási lehetőséget tudunk biztosítani. Évente körülbelül 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot hazánkban. Ezek 400 esetben halálos kimenetelű megbetegedések. A rosszindulatú daganat elkerülhető lenne a védőoltással, tette hozzá Adorján Gusztáv. A negatív hangok ellenére mindenkinek a vakcina beadatását javasolja. Ráadásul ezt évek óta ingyenesen biztosítják a 7. osztályos lányoknak. 24 millió forintból újult meg Nyírvasvári község konyhája. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán nyert forrásnak köszönhetően új eszközök beszerzése mellett korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a gázvezetékeket, valamint a vízmelegítést segítő napelemes rendszert építettek ki. Nyírvasvári üzemi konyhájának rekonstrukcióját mindössze 30 nap alatt végezték el. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázatán nyert 24 millió forintnak köszönhetően. Energetikai rendszer, innovatív és korszerű konyhai eszközöket szereztek be. Szép Szabolcs Attila a település polgármestere kiemelte. A beruházásnak köszönhetően 200 adagos ételkapacitásról 300 adagosra fejlesztették az üzemi konyhát. 24 millió 129 ezer forint kormányzati támogatásból valósul meg. 3 részre bontanám, az egyik az energetika része, amelyben 800 literes melegvíz előállítására alkalmas nap elemrendszer működik, nap kollektorrendszer állítja elő a melegvizet, ami gyakorlatilag a 100%-át lefedi annak, amelyet a konyha felhasznál. A másik része pedig az eszközbeszerzés, amely olyan korszerű eszközök beszerzését teszi lehetővé számunkra ennek a keretnek a felhasználása révén, amelyet eddig nem volt lehetőségünk, és ezáltal energiatakarékos, illetve korszerű főzés valósíthatunk meg. A harmadik része pedig maga ezeknek az eszközöknek a beépítése, illetve energetikai kialakítása. A konyha étkeztetése változó arányban oszlik meg a településen. Az önkormányzat 90 iskolás, 60 óvodás és 50 a településen élő és szociális étkeztetését igénylő személy étkezését látja el napi szinten. Simon Miklós országgyűlési képviselő kiemelte, ezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok nem mennek el a településről, sőt letelepednek Nyírvasváriban. Azok a fejlesztések, amelyek elindultak itt Nyírvasváriban, biztosítani fogják azt, hogy a település az életképes legyen, megmaradjon. Ugye bölcsőre épül nem sokára óvodai tornaszobával, aztán helyi gazdaságfejlesztési program valósul meg itt
Nyírvasváriban. A településen idén a sikeres pályázatoknak köszönhetően több mint egy tucat beruházás valósul meg. A legfontosabbak között óvodaépítés, útfelújítás és az iskola energetikai fejlesztése szerepel. Nem született ítélet másodfokon abban az ügyben, amelynek elsőrendű vádlottja B.P., a Nyírvévé Nonprofit Kft. Korábbi ügyvezetője. A vádirat szerint elsőrendű vádlott útfelújítási munkálatokat végeztetett több vállalkozóval, akikkel fix óradíjban állapodott meg. Azonban egyes vállalkozók részére olyan kifizetéseket biztosított, amelyek messze meghaladták a már évek óta alkalmazott kölcsönösen előnyös díjakat. A védő beszédeket követően a bíró bizonyítási eljárást rendelt el az ügyben. A törvényszék bizonyítást rendel el az ügybe, amelynek lefolytatása érdekében tárgyalásra tér át. A tárgyalás időpontját 2018. június 14 napjára, június 14 napjára 8 óra 30 perce tűzi ki. A terveknek megfelelően halad a nyíregyházi szabadtéri színpad felújítása. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Új edzővel, a montenegrói Vlatko Djonovic-sal a kispadján végigvezetve győzött a Vác ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. A hazaiak 15-12-es félidő után 28-27-re verték ellenfelüket. A sikerével a tabella 7. helyére lépő kisvárda vasárnap Kecskeméten lép pályára. 5 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a zsinórlabda diákolimpia regionális döntőjét. A tornáról a nyíregyházi Bárci együttese, valamint egy sárospataki csapat jutott a székesfehérvári országos döntőbe. Több mint 1 milliárd forintból újul meg a nyíregyházi szabadtéri színpad. A munkálatok tavaly októberben kezdődtek, és a terv szerint idén májusban be is fejeződnek. A fejlesztés során nő az öltözők és mosdók száma, 150 fővel bővül a nézőtér befogadó képessége, és az építmény körüli növényzet is megújul. A környéken lakók nyugalmát pedig hangfogó falak biztosítják majd. Jelenleg is tartanak a szabadtéri színpad felújításának munkálatai. A terület és település fejlesztési operatív programban nyert több mint 1 milliárd forintos, 100%-os támogatási intenzitású beruházás 2017. októberében kezdődött. A felújítás legfontosabb része a kiszolgáló épület teljes átépítése és korszerűsítése, valamint a nézőtér komfortosabb átétele és befogadó képességének bővítése. A nézőtér mintegy 100 fővel fog bővülni, de ez további 50 fővel pótszékezhető, tehát a 846 fő egészen 999 főig fel tud majd menni. Ami a előadások fogadása szempontjából nagyon fontos, a színpad méretének a bővítése, nagyobbítása, a kiszolgáló helységek kényelmének a biztosítása és egyben a létszám növelése, tehát a korábbiakhoz képest majdnem dupla annyi öltözőhelyel tudjuk fogadni a vendégprodukciókat, illetve pihenőszobákat is tudunk nekik biztosítani. A felújítás során a vízes blokk teljesen átalakul. A női mosdók száma 4-ről 12-re bővül, és azokat ezentúl a nézőtér alatt beépítve találja majd meg a közönség. A nézőtér fölött is változások lesznek, ugyanis egy fényvázas tetőt alakítanak ki a szakemberek, amely növényzettel való borítását húzalok segítik majd. Tavaly a szabadtéri színpad 97%-os nézettséggel működött, a jövőben a korszerűbb fény és hangtechnikának köszönhetően pedig tovább bővülnek a program lehetőségek. Olyan hang- és fénytechnikával lesz felszerelve a létesítmény, hogy gyakorlatilag bármi megoldható lesz. Tervezzük is minél inkább multifunkciósra kialakítani ezeket a helységeket. A megfelelő program kiválasztása a célunk, ez nem mindig egyszerű feladat, de koncertek, színházi előadások és akár foci meccsek is újra oda kerülhetnek. A tervek szerint idén májusban befejeződnek a felújítási munkálatok. Ezt követően tesztüzemben működtetik a létesítményt, majd augusztusban megnyitják a nagy közönség számára is, akik idén egy előadás alkalmával élvezhetik az új, modern, komfortos szabadtéri színpad nyújtotta élményt.
Új edzővel, a montenegrói Vlatko Djonovic-sal a kispadján végigvezetve győzött a Vác ellen a kisvárdai női kézilabda csapat. A hazaiak 15-12-es félidő után 28-27-re verték ellenfelüket. A sikerével a tabella 7. helyére lépő kisvárda vasárnap Kecskeméten lép pályára. A Vác nemzetközi kupaszereplése miatt az első fordulóban elmaradt mérkőzését pótolta a két csapat, azok után, hogy a Magyar Kupában a Dunapartiak 2 héttel ezelőtt hazai pályán legyőzték a kisvárdát. Az új edző, a montenegrói Vlatko Djonovic ezen a mérkőzésen ült először a várdai kispadon, ahonnan azt láthatta, hogy csapata jól kezdte a mérkőzést, az első félidő derekán már 5 góllal vezettek Tricsukék. A szünetre 3 gól maradt az előnyből, és a pihenő után sem sokat változott a játékképe. A váciak mindent megpróbáltak, de a lelkesen és harcosan kézilabdázó kisvárdaiaknál mindig akadt valaki, aki válaszolni tudott a felzárkózási kísérletekre. A mérkőzés végén 1 gólos hazai sikert ünnepelhettek a szurkolók, az új edző pedig a 2 pont mellett győztes bemutatkozásának is örülhetett. I'm very happy about winning. Nagyon boldog vagyok, hogy győztünk, a Vác erős ellenfél volt, de mi ezúttal jobban játszottunk. Of course, I think my team can be better, and I. De a csapat még ennél is jobban tud játszani, és bízom abban, hogy ezt be is bizonyítják majd a lányok a jövőben. Can play better, especially in defense. A vendégek edzője szerint gyengébben játszottak annál, amire képesek, így megérdemelt hazai győzelem született. Sajnos nagyon dekoncentráltan kezdtük az első félidőt, mind védekezésben, mind támadásban, és ez rányomta a bélyegét szinte az egész első játékrésznek. Aztán talán tudtuk rendezni valamelyest a sorainkat, és megint visszajöttünk a mérkőzésbe. Itt az első fél időben a támadó játékunk az kifejezetten gyenge volt, és ott talán lerohanásból, illetve a védekezésünk egy kicsit komplexebb, agresszívabbá vált, és ebből tudtunk aztán visszajönni. A második fél időben bizonyos periódusokban a védekezésünk, bizonyos periódusban a támadásunk volt jó, de sajnos nem állt össze teljesen a kép, és csak magunkat okolhatjuk aztán azokért a hibákért, amit elkövettünk, és ennek következtében nem tudtunk elhozni nem 1 pontot sem. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 28 ponttal, megelőzve a szintén 28 pontos Ferencvárost. A győzelmével már 11 pontos kisvárda fellépett a tabella 7. helyére. A várdaiak vasárnap Kecskeméten lépnek pályára. 5 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a Zsinór Labda Diák Olimpia regionális döntőjét. A tornáról a nyíregyházi Bárci együttese, valamint egy sárospataki csapat jutott a székesfehérvári országos döntőbe. A Fogyatékosok Országos, Diák és Szabadidősport Szövetsége évente mintegy 400 versenyt rendez, amely közel 10 000 fiatalnak kínál mozgási lehetőséget. Csütörtökön Nyíregyházán a zsinórlabda regionális elődöntőjében szabolcsi, borsodi és hajdúsági csapatok léptek pályára. A zsinórlabda az egy nagyon specifikus sportág a fodisznál, a röplabda szabályain alapul. Talán mindenki emlékszik gyerekkorából, aki nézi ezt a felvételt, hogy talán játszottak ők is zsinórlabdát. Nincs nagy különbség, nem ütni kell a labdát, hanem elkapni és átdobni. Bizonyos apró különbségek vannak, ugye, mert itt felmerülhet olyan, mint például a kosárlabdában, hogy lépés, stb. Ami a röplabdában nem fordulhat elő. Tehát némiképp speciális szabályokkal, de alapvetően röplabda felkészítő sportágról beszélünk. Ami itt azért fontos, mert a fogyatékos gyerekek, főleg az értelmileg akadályozottak, a röplabda szabályait nehezen tudják megtanulni, elsajátítani, ezért a zsinórlabda egy sokkal könnyebb sportág számukra, amit ők is el tudnak végezni. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke elmondta, hogy a fogyatékosok sportja szerves részét képezi a megye diáksportjának. Nagyon fontos, hogy ők megtalálják azt a sportolási lehetőséget a diáksport mozgalom keretein belül, ahol ki tudnak teljesedni, ahol meg tudják mutatni magukat, és a saját közösségeiken belül is át tudják érezni azt a sportélményt és azt a közösségi élményt, amely azt hiszem, hogy az egyéni fejlődésükhez, az egyéni fejlesztésükhez is nagyon szükséges és elengedhetetlen. A tornát a nyíregyházi Bárci csapata nyerte a sárospataki egymi együttes előtt. A két gárda bejutott a február végi székesfehérvári országos döntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
3 éves termelési szerződésekkel segítenék a fenntartható dohánytermesztést Magyarországon. A 2016-os korlátozásokat is feloldják, amelyeket a túltermelés miatt vezettek be, mondta el az ULT Magyarország agronómiai igazgatója a dohánytermelőknek rendezett nyíregyházi fórumon. Fekete Tibor azt is hangsúlyozta, kiemelt fontossággal bír az egységes szabályozás is az ágazatban. Ez szolgálja a fenntartható dohánytermesztés program, illetve az adatkezelést segítő mobil Leaf applikáció. Évente mintegy 1500 nőnél diagnosztizálnak méhnyakrákot hazánkban, közülük 400 esetben halálos kimenetelű a betegség. Az emlőrák után ez a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 éven aluli nők körében Európában és Magyarországon. Pedig ez az egyetlen rákos megbetegedés, amelyet meg lehet előzni, emelte ki Adorján Gusztáv kórházigazgató az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét nyíregyházi programján. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 1-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap is borongós, esős időre lehet számítani. Nyugat felől egy hullámzó hidegfront éri el térségünket, ami a következő két napban hatással lesz időjárásunkra. Az éjjeli órákban borult lesz az ég, eső várható. A délnyugati szél mérséklődik. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is túlnyomóan borult lesz az ég. További eső várható. Az északi szél helyenként megélénkül. Délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kettős fronthatás tapasztalható térségünkben. Még szombaton is csapadékos időjárásra kell készülni, ekkora kezdeti esőt délutántól egyre több felé havazás váltja fel. Vasárnapra átvonul fölöttünk a frontrendszer, megszűnik a csapadék és a nap is kisüt, ugyanakkor a jövő hét elejére több fokkal visszaesik a hőmérséklet, és a hét közepén ismét csapadékosra fordul az idő.